Évköszöntő hangverseny Oroszlányban. Az Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál fúvós zenekar koncertjén újdonságokat is hallhattak az érdeklődők. Klasszikus fúvós zenekari felállásunk van, alapvetően fafúvósok, részfúvósok és ütőhangszerekből áll a zenekar összetétele. Éppen a napokban történtek megbetegedések, nem nagy számban, és hál' Istennek nincsen semmi komoly, de hát ugye, ami pozitív, akkor azt nem jöhet el, és hát egy-két kisegítőt kellett hívnunk emiatt, de alapvetően a zenekarunk 90%-ait képviselti magát, és körülbelül 44-en leszünk a színpadon. Alapvetően klasszikus fúvószenekar a repertoáron kívül szórakoztató zenét fogunk játszani, hiszen mégiscsak egy újévi koncert, bár Strauss most nem lesz, mert ezt meghagyjuk a Bécsi Filharmonikus Zenekarnak, de játszunk ezen kívül klarinét szólókat, játszunk filmzenéket, játszunk olyan fúvószenekari hangszereléseket, amiket itt Oroszlányban még nem hallhattak, eléggé nehezek is technikailag, de hát végülis a kihívás az nagyon fontos nekünk, és így fejlődünk. Terveink szerint a tavasszal már 10 zenével köszöntjük a város lakosságát, illetve a nyári szokásos meghívásainknak is eleget fogunk tenni. Vannak már fesztiválra meghívásaink, amiről majd még későbbiekben tudunk majd beszélni, mert mi konkrétumok nincsenek. Tehát az már konkrétum, hogy megyünk, csak hogy még pontosan hogy oldjuk ezt meg, azt nem tudjuk, illetve van terven szintén egy zenekari találkozó a Bányász nap környékén, szokott ez megjelenni, illetve konkrétan a Bányász napkor, tavaly is volt, és nagyon-nagyon élvezte a város közönség, és mi is, hogy muzsikálhattunk.